Jó estét kívánok! Péntek este rajtól a magyar kosárlabda bajnokság egy nem akármilyen rangadóval, hiszen az olaj otthonában szerepel majd az Albafehérvár, amelynek, hát finoman szólva, meglehetősen mérsékelten sikerült az elmúlt szezonja, de nyilván a menedzsment egész nyáron azon dolgozott, hogy hát egyrészt jelre ne legyen többet például, másrésztről pedig visszakerüljön a helyére az Albafehérvár. Hogy ez mennyire sikerült, az többek között elmondja Simon Balázs, az Albafehérvár ügyvezetője. Köszöntelek a stúdióban. Én is köszöntelek, és a kedves nézőket. Kemény volt a nyár? Hát hosszú, ugye hamar vége lett a szezonunknak, de utána ugye egyből elkezdtük már tervezni az idei évet, vagy a következő évet. Hosszú volt, de most már, ahogy mondtad, ugye a végéhez értünk valamilyen szinten, hiszen holnap elkezdődik a bajnokság, úgyhogy most már élesbe jönnek a mérkőzések, és nagyon-nagyon bizakodóan várjuk ezt a elkövetkező szezont. Voltak távozók, vannak érkezők, ami változatlan, az a vezetőedző személye. Jesus Ramirez irányítja ebben a szezonban is az Albafehérvár együttesét. Az ő személyét illetően egyetlen kérdés sem merült fel, akár a bajnokság végén, akár nyár közben? Hát nyár közben nem, mi tavaly a szezon végén hoztunk egy döntést. A menedzsment hozott egy döntést, hogy kitartunk mellette, és megadjuk neki a bizalmat és a lehetőséget a következő szezonban, hogy ő állítsa össze a csapatot, ő rakja össze, ahogy ő szeretné. Úgyhogy így teljes mértékben mellette álltunk egész végig a nyár folyamán is, és most is így van ez. Az, hogy mondjuk kik érkeztek, az Jesus Ramirez döntése volt, vagy ez egy közös döntés eredménye most? Közös döntés mindenképpen, tehát megvitattuk vele, hogy elmondta, hogy ő neki mi az elképzelése, amit szeretne, utána ezt megvitattuk, de a végén, mivel azért ő a vezetőedző, ővé a csapat, hiszen ő viszi a pályára őket, és ő mondja meg a taktikát, tehát a végső döntést azt ő mondta ki, hogy kit szeretne. Hát azért jellemzően amerikai légiósok érkeztek külföldről az Albafehérvárba, most ez a sorminta azért megbomlik. De talán ez cél is volt, vagy nem volt cél? Hogy így cél az nem volt, szerettük volna mindenképpen, hogyha nem öt amerikai játékos van, hiszen azért láttuk az elmúlt években, hogy ez nem biztos, hogy túl szerencsés, főleg, hogyha ugyanonnan érkezik öt játékos, és ez igaz, kimondottan az amerikaiakra, hiszen ők azért egy teljesen más kultúrából jönnek, más a felfogásuk, és hogyha még újoncok is, akkor ez még pluszban nehezíti a dolgokat. Így azért próbáltuk úgy összerakni a légiós kontingenst, hogy azért vegyesen legyenek, ne legyenek klikkesedések, ne legyenek túl sokan egy országból, úgyhogy ilyen szempontból, ha nem is szándékos volt, de jól alakult, hiszen három amerikai játékosunk lesz idén, és két szerb, plusz ugye Luka Markovics is visszatért, aki vagy magyar, de azért az erejében szerbég is csörgedezik, úgyhogy így 3-3 az elosztás jelen pillanatban ilyen légiós fronton, vagy külföldiek frontján. És ugye Markovics lesz a csapatkapitány, ugye? Így van. Így van, ő lett a csapatkapitány. De azért ugye itt már jó pár évet eltöltött, részese volt a sikereknek is, bár tavaly ugye távozott, erről most szerintem már útról nem akarunk beszélni, de ő mindig is szeretett itt játszani, tudta, hogy hova jön vissza, nagyon-nagyon boldog volt, hogy van rá lehetősége. És azzal, hogy ő lett a csapatkapitány, ezzel is még próbáljuk még inkább motiválni, hogy még jobb teljesítményt nyújtson, még inkább felnőjön, tehát ezeket a gyerekes dolgokat, ami még mondjuk tavaly vagy tavaly előtt a játékában volt, ez az indulatok, vagy elvitte a hévez is, ezzel próbáljuk még arra ösztönözni és motiválni, hogy ezek csillapodjanak, minél kevésbé legyen, és minél előbb tényleg vezére legyen ennek a csapatnak. Egyelőre nagyon szépen elvégezte a munkáját, ahogy láttuk, vagy ahogy követtük, úgyhogy teljesen jó irányba halad Luka Markovics is. Felkészülési mérkőzésekből mit szűrtél le? Hát mindenképpen pozitív, hogy nyertünk, ugye 10 edzőmeccsünk volt, abból 9-et megnyertünk. Bár ezekből tényleg ugye felkészülési mérkőzésekből sok mindent nem lehet leszűrni, vagy messze menő következtetéseket levonni. Az azért látszódott, hogy csapategység van, csapatkohézió van, nagyon együtt van a társaság. Azt gondolom, hogy mindenki megtalálta a helyét, tehát kialakult az a hierarchia, ami lehet, hogy az elmúlt években egy picit hiányzott. Úgyhogy
ilyen szempontból abszolút pozitívak a benyomások, de az, hogy az ellenfeleknél ki milyen erőt fog képviselni, azokat azért egy edzőmérkőzésen vagy a felkészülési mérkőzések alatt nagyon-nagyon nehéz levonni vagy leszűrni. Mit gondolsz egyébként, ez az újjáépített alba, vagy ennek az újjáépített albának a játék szerkezet, ez mennyire lesz hasonlatos a korábbi érákéhoz, a korábbi sikeres érákéhoz képest? Meglátjuk, minden más lesz, ez biztos, hogy más. Így van, hiszen azért rutinos játékosok vannak, a szerb játékosok más kosárlabdát képviselnek azért, de meglátjuk, tehát biztos, hogy más lesz, tehát nem lesz ez a nagyon rohanos játék, sokkal inkább kontrollált játék lesz. Én azt gondolom, hogy megvan az az irányító, aki mondjuk az elmúlt években hiányzott, aki tényleg a csapat vezére lehet és irányíthatja. Meg fogjuk látni, tehát most így nehéz bármit is előre mondani, ki fog derülni itt a bajnokságban, hogy ezek jól választások voltak-e, vagy kevésbé jó, de én azt gondolom, amit eddig láttunk, és ahogy a csapat jelen pillanatban áll, egyelőre jól néz ki. A két szerb, a két rutinos szerb, Marko Ljubičić és Slaven Čupković, róluk mit kell tudni a szurkolóknak? Mind a ketten tapasztalt jó rutinos játékosok, ugye Marko Ljubičić több helyen megfordult már Európába, és játszott a Spanyolországban a legutóbbi 7 szezonban, hogy az Adria Ligában, az Aba Ligában játszott, aki követte a kosárlabda, tudja, hogy milyen játékerőt képvisel. Tavaly Cibona Zágrábbel horvát bajnoki címet nyert. Čupković, ő az elmúlt 5 évben azt hiszem Görögországban játszott az Aris Szalonikibe, tavaly a Kolosszoszba, tehát ő is nívós bajnokságból érkezik, és mind a kettőben van az a szermentalitás, ami a minden áron győzni akarás, és mindenre hajlandók, csak hogy siker legyen. Az amerikaiak milyen nívót, milyen kvalitást képviselnek? Ugye volt egy megsérült Smith, aki aztán végül nem lett ugye, az alba játékosa, és a helyére érkezett egy srác. Igen. Hát Darin Govens érkezett, ugye, aki az elmúlt 5 évben egyik legmeghatározóbb légiósa. Azt gondolom a magyar bajnokságnak mind az 5 évben bajnoki döntőt játszott, tavaly ugye meg is nyerte, úgyhogy vele nem húztunk zsákba macskát. Mellette érkezett még ugye Carton Guyton, ő is már egy rutinosabb játékos. Ő Németországból érkezett, de játszott korábban Görögországban is. És McDuffy személyében van egyetlen újoncunk, ő ugye az Egyesült Államok, hogy egyetemről jött, ő benne van, azért látszik még a fiatalos hév, de az is, hogy nagy potenciál van benne. Ilyen Gáman, ezt ugye abszolút nem kell bemutatni senkinek, az ő megszerzése, az könnyen ment, vagy adta magát, hogy történt, ha szabad érdeklődni? Igazából könnyen ment, miután ugye eldöntöttük, hogy Smith-szel felbontjuk a szerződést, hiszen tényleg bármennyire is azt láttuk, hogy egy jó játékos, és beleillik a csapat játékba, amit szeretnénk játszani idén, de nem akartunk rizikoztatni, hogy most egy sérüléssel kezdünk bárkivel is. Innentől kezdve ugye kerestük, hogy ki jöhet helyette, Govens nevét az ügynökök felvetették, és innentől kezdve igazából idézőjelben könnyen ment, hiszen azért Govens ismeri a magyar bajnokságot, ismeri azt gondolom, sőt mondta, hogy ugye az albát is nagyon sokszor játszott ellene. Jó véleménnyel van a klubról, jó véleménnyel van a csapatról is, és ő azzal a céllal érkezett, mint a többiek is, vagy ami az egész klubnak a célja, hogy újra ott legyünk az elején. Hát Csorvási Milánt ugye szintén nem kell bemutatni senkinek, mellette még ugye, és a már említett Markovics Lukán kívül még Molnár Márton csatlakozott a kerethez. Így van. Molnár Márton ugye egy fiatalabb, mint ugye a többiek, ő 24-25 éves, az elmúlt években Kecskeméten játszott, ott van a válogatott keretben. Benne én azt gondolom, és ezt láttuk, hogy nagyon nagy potenciál van még, tehát még fejlődés alatt áll, tehát sok munka van vele, de ő nagyon-nagyon szorgalmasan végzi a dolgokat, és ezt azt gondolom, aki látta már ott az edzőmeccseket, vagy a felkészülés meccseket, vagy csak megnézte a statisztikát, az láthatta, hogy ő is nagyon szépen hozza azokat a számokat, amiket várunk tőle.
Mindemellett, vagy mellettük azért még azt is fontos kiemelni, és ezt azért nagyon jó látni, hogy a fiatalok is ott vannak a keretben, Lukács Norbert, illetve hát Takács Martin és Milán, tehát nyilván amennyire lehet, azért az ifjak is megkapják a lehetőséget az új szezonban. Ez a klub koncepciója is, hogy minél több fiatalt beépíteni szépen folyamatosan az első csapatba, ugye ez már elindult egy kicsit tavaly is, ezeknek a fiataloknak mindegyiknek hosszú távú szerződése van. Mellettük azért emeljük még ki ugye Szodikot is, aki már ugye nigériai származású, de már annyi éve itt van, hogy már Fehérvárinak számít, és mellette ott van még a Balsai Ádám is, aki még ugyan csak bontogatja a szárjait, de már sokszor a felnőtt csapat edzésein vesz részt. Tehát ez a stratégiája a klubnak, hogy minél több fiatalt beépítsünk, hiszen, mint tudjuk, és ez még azután történt, mielőtt mi ezt elkezdtük volna, hogy a jövő évtől, tehát nem az idei szezontól, hanem utána szezontól egy 23 éves játékosnak az első fél időben mindig a pályán kell lenni. Tehát ilyen szempontból ez óriási előny lehet a számunkra a többiekhez képest, hogy mi már most próbáljuk ezeket a srácokat berakni, vagyis hát az vezetőedző, tehát nem mi, a vezetőedző döntése, és külön öröm, hogy abszolút megállják a helyüket, és meghálják azt a bizalmat, amit kapnak. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy nem csak ez a felkészülési mérkőzéseken mutat teljesítmény lesz, hanem ez az a bajnoki mérkőzéseken, és amikor pályára lépnek, akkor ugyanilyen jó teljesítményt tudnak nyújtani. Ha már említetted és kiemelted Szodikot, ő azért a saját korosztályában azért rendesen megszórja az ellenfeleket, túlnyomó részt. Mikorra érhető be? Hát ez azért tőle is függ. A várakozásaitok, mit láttok? Én azt gondolom, neki sokat kell még erősödnie, hiszen egy nagyon nyúlák viszont, ugye még vékony testalkatú neki, nagyon sokat kell még erősödni, hogy fölvegye, főleg azon a poszton, amit ő játszik, ugye itt ez a négyes poszton, magas ember poszton, ott azért erős és izmos emberek játszanak, tehát ebbe kell neki leginkább előrelépni, és ugye rutint kell minél többet szeretni, és önbizalmat. Kintről is, hogyha még jobb keze lesz, ami megvan neki, de szépen évekkel és az edzések alatt jönni fog neki, akkor szerintem belőle is egy-két év múlva már NB1-es meghatározó játékos lehet, ha így folytatja, mert az akarat és a lelkesedés és az a küzdeni tudás, ami benne van, az tényleg ritka, hogy valaki ennyire akarjon játszani és nyerni. Hát nagyon-nagyon reméljük, és miért ne történne így, azért az Albafehérvár szurkolók is odaállnak a csapat mellé, ahogy ezt tették egyébként az elmúlt szezon döntő többségében is. Milyennek ítéled a klub és a szurkolók kapcsolatát? Nyilván teljes erővel vetik majd bele a szurkolók magukat az új szezonba, és ott lesznek a tribűnön, és biztatják az Albát. Hát ebben bízunk. A szurkoló az mindig olyan, ha siker van, akkor boldog és jön, ha nincsen, akkor ugye azért elkeseredik, és lehet, hogy nem látogat ki a meccsre. A bérletárusításból az látszódik, hogy a szurkolók továbbra is a csapat mellett állnak, ahogy ki kell emelnem, hogy a támogatók is, tehát aki eddig támogatta a csapatot, az továbbra is a klub mellett áll, minimum azzal az összeggel, amivel mondjuk eddig, vagy van, aki még többel is, tehát ilyen szempontból rend van a klubnál. Úgyhogy tényleg ebben bízunk, és ez a csapatjátékán fog múlni, hogy a szurkolók mennyire fogják támogatni, vagy lelkesíteni a csapatot, ha nyerünk, és mindent megtesznek a fiúk a pályán, és szívüket, lelküket kiteszik, akkor én azt gondolom, hogy mindenki azt fogja mondani, hogy ez igen, és mellé áll, és támogatja, ha nem, és biztos vagyok benne, hogy nem lesz így, akkor viszont persze jogos a kritika. Hát bizonyos szempontból ugye fura szezon lesz, vagy egyik másik mérkőzés fura lesz, hiszen ugye Körmenden Keller Ákos, Pakson Lóránt Péter lesz. Ilyen a sport, ilyen a profi sport. A játékosok jönnek, mennek. Ez, amikor én játszottam, nekem is volt, amikor mondjuk még Zalaegerszegen játszottam, vagy Kaposváron, vagy Szolnokon. Ez így van. Úgyhogy egy kicsi az ország, kevés a csapat, úgyhogy ilyen mérkőzések lesznek, de tényleg ilyen a sport, tehát ők ezt választották, úgyhogy ezzel mi már nem is akarunk nagyon foglalkozni, tényleg csak a srácokkal, akik itt vannak. Mit gondolsz az erőviszonyokról?
mert azért volt nyilván játékos mozgás most nyáron is, ugye, ha csak a Szolnokot említjük, ugye Vojvoda távozott. Ráadásul ugye az Olaj lesz az első ellenfél. Milyennek látod az ellenfelet és az ellenfeleket? Kezdjük akkor Szolnokkal, ha már ellenük nyitunk idegenben. Ahogy az elején is mondtam, vagy beszéltünk ugye róla, hogy nagyon nehéz ezt jelen pillanatban megjósolni, hiszen még egy meccs sem volt. Ugye csak felkészülési mérkőzések voltak, és itt, hogy ki milyen taktikával, vagy mit akar gyakorolni, ezt ugye nem tudhatjuk. Az mindenképpen látszik, hogy a Szolnokban is nagy változások voltak, ugye, ahogy említetted, Vojvoda eltávozott Olaszországba, ugye azért Strahinja Milosevic, az egyik legmeghatározóbb külföldi is, ugye sérülés miatt már nincs ott. Tóth Ádám ugye Debrecenbe ment, tehát ott is sok változás volt, új a csapat. Meglátjuk, tehát nehéz erről most még bármit mondani, ahogy a többi csapatról is, hiszen rengeteg helyen történt változás, mind magyar, mind külföldi szinten. Szerintem egy olyan 4-5-6 forduló után már tisztább képet fogunk látni, hogy ki milyen erő képvisel, vagy hova, hol lehet jó a szezon folyamán. Mennyire lesz kiegyensúlyozott szerint ez a bajnokság? Mennyire érvényesülnek majd a nagy klubok, a patinás klubok, így az Albafehérvár, és milyen erőt, mondjuk, hogy az elmúlt szezon eredményeiből indulunk ki, akkor mondjuk a kisebb klubok teljesítménye mire lesz elegendő? Szerintem nagyon kiegyensúlyozott lesz ez a szezon is. Azt mondom, mindenki próbálja a maximumot kihozni, 4-5 légiós mindenki próbál igazolni. Ami látható talán most, hogy ugye a Falko azzal, hogy megvett vagy odavent hozzájuk 3-4 magyar válogatott játékos, most mellettük külföldi, nekik azért kicsit talán kiemelkedik a mezőnyből, de utána szerintem hasonló játékerőt képvisel 4-5 csapat. És ahogy említetted a kicsiket is, szerintem most nincsen semmi olyan kisebb csapat, mint mondjuk egy TF volt tavaly, hogy ott azért tutira tudtál menni mondjuk, tehát hazai pályán mindenki nagyon veszélyes lesz, és hazai pályán mindenki arra fog törekedni, hogy megnyeri az ő mérkőzését. Tehát ilyen szempontból is nagyon-nagyon kiegyensúlyozott bajnokságot várok. Végül, de nem utolsó sorban, a most következő kérdés kikerülhetetlen, bár ugye többször említetted, hogy majd, ha lemegy az első párforduló, akkor már ki lehet jelenteni ezt azt, de mégiscsak nyilván a nézőben meg a szurkolóban is felvetődik, hogy a menedzsment hová várja a csapatot. Ez nyilván azért is nehéz, mert most kellett újjáépíteni gyakorlatilag a csapatot, de mi a deklarált célkitűzés? Ahogy te is a felvezetőben elmondtad, hogy visszakerüljön a helyére a klub. Én azt gondolom, hogy erre megvan minden esélyünk. Persze a mérkőzéseken fog ez kiderülni, de szeretnénk ott lenni az első négyben. Idén is. Tehát ugyan a nemzetközi kupa mindenkinek nagyon fontos, az ugyanígy igaz ránk is. Úgyhogy szeretnénk a végén, legvégén valami olyan helyen végezni, hogy legyen esélyünk jövőre újra nemzetközi kupába indulni. Hát legyen ez, ha lehet, akkor a tabella legteteje, ezt kívánjuk az Albafehérvárnak. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. Kedves nézőink, megkezdődik tehát a Magyar Kosárlabda Bajnokság péntek este a Szolnoki Olaj otthonában kezd az Albafehérvár. Hajrá Alba, további szép estét, viszontlátásra!